Köszöntöm a Kultuszszoba nézőit! A koronavírus járvány miatt otthonmaradásra kényszerült emberek számára hozott felüdülést a Filharmónia kezdeményezése. Az ország 120 településén, köztük Szekszárdon és Bátaszéken vitték közel az emberekhez a muzsikát. Bizék Árvenyének ismert dalamaitól a My Way című örökérvényű slágerig széles volt a zenei repertoár a Filharmónia mini koncertjein, melyel megörvendeztették a koronavírus járvány miatt bezártságra kényszerült lakókat. Az alapötlet a kultúráért felelős államtitkártól, Fekete Pétertől származott még tavaly októberben, aki közel akarta vinni a muzsikát az emberekhez. A kezdeményezés láthatóan sikerrel járt, hiszen minden megszólalást örömmel fogadtak Szekszárdon és Bátaszéken is. Tavaly október 1-én a Zenevilág napján indította útjára Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár úr ezt a programot, és úgy volt, hogy idén tavasszal folytatódik is, el is kezdődött a programsorozat, de sajnos a jelenlegi helyzet okán félbeszakadt, és most, ha nem is a nagy teleket megcélozva, de mindenképp a nagy lakóközösségekhez eljuttatva folytatódik ez a program. Mint szlogenünk is mondja, hogy közelebb vigyük a zenét az emberekhez. Igen, és hát arra buzdítjuk, hogy maradjanak otthon. Most jelenleg nem tudnak kimozdulni koncerttermi, illetve nagy közösségi terekbe koncerteket hallgatni, úgyhogy mi ezt most házhoz visszük. Alapvetően azért arra épül, hogy közönségbarát legyen, tehát mindenki jó szívvel fogadja, de azért nekünk rejtett célunk az, hogy azért elcsempésztünk benne egy komoly zenei, barokk, klasszikus művet is, és ezáltal is picit ezekkel a művekkel is szélesebb kört tudjunk megismertetni. A Filharmónia Magyarország szervezésében a partnerzenekarok az ország közel 120 helyén szórakoztatják a városlakókat az ország 11 megyéjében hetente. Az is célunk, hogy településeket próbáljunk teljesen lefedni, tehát hogy ahol tényleg nagy lakóközösségek élnek együtt, ott minden városnál el tudjunk jutni minden szegletébe, és így senki nem maradjon ki ebből a lehetőségből. Hangos visszajelzésekből, tapsokból, és talán picit kizökkenti őket ebből a bezárt otthoni ritmusból, hogy egyszer csak valamiként megszólal, kinyitják az ablakot, és addig is igen, egy 15-20 percig önfeledten nem kell foglalkozni semmivel, ami otthon van. A tapasztalatok Szekszárdon és Bátaszéken is visszaigazolódtak. A házak ablakaiban és a tereken összegyűlt emberek hangos ovációval üdvözölték a muzsikusokat. Nagyon régóta úgy érezzük, hogy be vagyunk zárva, és nem megyünk sehova, tehát ez nagyon jól esett nekünk. Nagyon szép. Egyébként is a fúvózani a kedvencem. Nagyon tetszik. Jót tesz a bezártságban? Természetesen. Mondtam, hogy egy kicsit oszoljunk széjjel, hogy ne legyünk csoportba. De hát így is azért nagyon jó. Örülünk, hogy egy kis zene van itt, hogy egy kicsit változatosabb, mert a vírusos dolog jobban bírjuk. Máskor is lehetne ilyen. Kicsit összehozná a társaságot itt a lakótelepen. Bezártság ellen jó orvosság? Tökéletes, tökéletes, de ez nem csak karantén idején lehetne. Ez mindig, de ez tényleg. Mi minden este kijövünk tapsolni, sőt zenét is szolgáltatunk. Úgyhogy nekünk mi nagyon élvezzük ezt a helyzetet. Thank you.
Múltunk a jelenben egy napnépviseletben címmel Rágyel Dóra pedagógus 2015-ben magánkezdeményezést indított a legnagyobb közösségi oldalon, miszerint április 24-e a sok világnap között legyen a népviselet napja. Azóta évről évre több intézmény is megemlékezik erről. Mi most a Mözsi népviseletet ismerjük meg, mely a Tolna megyei értéktár része. A mözsi viselet egyediségét 1993-ban tradíció védjeggyel ismerték el. Német viseleti elemekből, valamint magyar és szlovák viseletekből átvett motivumokból évtizedek alatt harmonikus egységé formálódott a mözsi viselet. Napjainkban a mözsi német nemzetiségi klub tagjai ebben a viseletben lépnek a közönség elé. Az egyedi viseletet a Mözsön élő nemzetiségek egységesen hordták, mesélte Koncz Jánosné, aki arra is kitért, hogy a szlovák és a sváb viselet csak a nők hajában és fejfedőjében tért el egymástól. Ugyanakkor a különböző korosztályt képviselő nők egy-egy esemény során eltérő viseleteket hordtak. Ami a legdíszesebb vagy a legszebb, az a fiatal lányok viselete volt, ami a legszínesebb volt, ami hát már állt a... Hát, mely haladjunk, akkor lentről fölfelé. Állt egy pacskerból, vagy egy cipőből, ez a cipőt akkor még suszterok készítették, lábra szabva, és akkor az teljesen egyedi darab volt. Tehát a pacskert pedig minden családba önmaguk kötötték. A mözsi pacskerok nem voltak díszítettek, nem voltak színesek, mint itt a környéken, sok sváb településen, csak fekete. A díszítést az a kihagyott lyukak, a kötés során kihagyott lyukak adták. Némi ilyen lyuktisztítés, vagy ilyen kihagyás volt, tehát az adta a díszítését a pacskernak. Aztán jött a harisnya, ami azért egy nagyon különleges darab, aminek a különlegességét az adja, hogy egy külön kötési minta van benne, amit úgy hívtak, hogy rájrűpa kranc. A legünneplősebb az a természetesen a fehér volt, de volt belőle lila, barna, zöld, tehát mindig úgy illesztették, próbálták illeszteni a felső szoknyához. Tehát ez a harisnya, ami a rájrűpa kranccal volt, ezt egy strumpándri vagy egy gumi tartotta a lábon, mert ez csak egy térdig érő harisnya volt, vagy kicsit tért föl is volt, aki úgy hordta, de inkább csak térdig érő volt. És akkor jöttek a szoknyák, aminek a legalsója az egy péndő. Az volt az egyetlen olyan ruhadarab, ami hátul kötős. Ennek azért a rendeltetését csak gyorsan, röviden, ugyanis akkor nem voltak a lányok, asszonyok úgy itt, és ez volt az, amit akart, ugyanis az összes többi szoknya elől nyitva van, és ez volt az a szoknya, ami hátul volt sliccelve, és ezért előt akart. Tehát ez volt a péndő, akkor volt 3-4-5 alsó szoknya, ami nagyon ki volt keményítve az ünneplős viseleten. Ez mindig fehér volt, és azt fette a felső szoknya, ami nagyon szép ilyen brokátsejem anyagból volt, amit itt a környéken, a vásárokba szerezték be az asszonyok, és abból készültek a felső szoknyák. Kötény minden viselethez volt, tehát minden korosztályban mindig kötény nélkül nem léptek a lányok, asszonyok az utcára. És akkor az ünneplős az fekete volt, alul csipkedíszítéssel, ahogy itt a babán is látjuk, és a válkendő, illetve itt alul lehetett ing is, rövidújas ing. Nem tudom, az most itt van-e valamelyik babán, itt van egy, amin egy ilyen kis, csak könnyékig érő ing. Elől monogrammozva, csak idáig volt nyitva, hogy bele lehessen bújni, és akkor arra jött még ez a úgynevezett unörcich ermő. Ennek az érdekessége az, hogy ez egy kicsit jellemző volt a svábokra, hogy ennek csak az ujja díszített. Tehát itt belül ez a mellény rész, ez lehetett valami, hát nem elhasznált, de azért egy olyan anyag, ami már máshonnan megmaradt, vagy egy mellényből kiszabták, és akkor az adta
kapva az alját, de nagyon szép díszített újat raktak bele, mivel a kendő miatt a többi nem látszott. Úgyhogy itt akkor megspórolták magát az anyagot, és csak az ujja volt ilyen díszített, ezért hívják Unterzieherm-nek, vagyis alulra fölhúzható új. És akkor a kendő jött, a válkendő, az mindig kézzel készített volt, sejemkendő, illetve hordtak még kázsmírkendőt is, itt ezen a babán látunk egy kázsmírkendőt. A kézzel hímzés az saját motivumok alapján volt, aki kitalálta, de azért volt egy jó pár a faluban, ami például volt a szunapluma, az napraforgó virág, akkor a hunörpengő, kranc, ezek ilyen jellemző mintázatok voltak, ezt úgy adták kézről kézre egymásnak, lerajzolták és akkor kihímezték. A kendőket csomózták is, nagyon szép makramé díszítéssel, ez mind-mind kézi munka volt, és általában azokat a színeket használták, ami a kendőbe is szerepel, tehát az adta a rojtozásnak, és általában három szint, a három alapszínét. A fejére pedig egy úgynevezett haubli került, ez minden családban önmaguk készítették, volt egy-egy szabás minta hozzá, és akkor abból kiszabták. Hát aki nem volt azért annyira ügyes, mert akkor sem tudott mindenki nagyon szépen varni, nagyon szépen szabni, annak segítettek azért a többiek, tehát így összedolgoztak mindig így az asszonyok, meg hát jártak a fornóba, azért akkor ott is tapasztalatot cseréltek meg, egymásnak besegítettek. Tehát ilyen haublit hordtak, ez a haubli ez jellemző volt a svábasszonyok viseletére, mert ezt szinte mindig viselték. Például az én nagyanyám 96 évesen halt meg, és ő előtte egy rövid időre kórházba is került, de oda is be kellett vinnünk. Az egy ennél egyszerűbb volt, azt úgy hívták, hogy slófhauva, tehát éjszakára hordták, ez egy alvó sapka. De a szabása hasonló volt, csak például nem volt kikeményítve, nem volt ilyen szélesebb csipkével, csak egy egész kis keskeny csipkével díszítve, de annyira megszokták, hogy őnek állandóan fázott a feje, ahhoz nem volt a fején. Tehát ez mindig a fejükön volt. Na most ilyen mindennek a babának, de hát sajnos itt adva volt a baba, ilyen kilógó hajak a régi viseletnél nem lehettek, tehát ilyen sok haj, amit elő ki. Teljesen hátra fésülték a hajat, feszesen hátra kötötték, ugye mindenkinek hosszú haja volt, konyba fonták, megfonták és egy konyba összekötötték, és az töltötte ki a haublinak ezt a felső részét. Amit még itt babákat látunk, az például egy menyasszony, annak csak kiegészítésként annyit tennék még hozzá, hogy annak a köténye az egy nagyon-nagyon széles fehér kötény, szinte majdnem körbe eltakarta a felső szoknyát. A menyasszony ugyanabban a viseletben volt, ami csak egy új felső szoknyát kapott esetleg, meg egy menyasszony kabátot, az viszont a saját méretére készült. Tehát az egy egyedi darab volt. Aztán azt egészítette ki először csak ez a kis krencl, ez a kis koszorúcska a fejtetőn. Aztán később ezt is fölváltotta már az, amit már később hordtak, az a teljes mirtusz koszorú, ami a teljes fejet körbeérte. Az úgynevezett csurak jóval később épült be a nők ünneplős viseletébe. A csurak külön szabás minta alapján készült, mely kihangsúlyozta a nők alakját. Főként misére, templomba hordták a mözsinők. Itt is egy idősebb korosztályt, aki már beköti a fejét, és érdekes volt, hogy idősebb korban is, tehát még az asszonyok is hordták ezeket a színes kendőket, de már úgy, hogy valamit fölülre húztak, tehát egy csurakot, vagy egy ilyen kicsit sötétet, tehát már így ilyen teljesen tarkán nem viselték. És úgy 50-40 éves korba, akkor teljesen sötétre változott a viselet, a szoknyák már sötétek lettek, nem is voltak ilyen nagyon szélesre keményítettek, hanem sok volt alatta a pargit szoknya, ami már kicsit jobban, nehezebb volt, egy kicsit jobban lógott. Itt már egy idős nénit látunk, akin már szinte minden sötét színű. Tehát az Unterzieherm-ről, a kendő, a minden, szóval akkor már igyekeztek a sötétebb színek felé. Ez egyrészt praktikusabb volt, másrészt meg azért jelezte a korát a viselőjének.
Azt, hogy ki milyen gazdagsággal volt megáldva, az is azért jelentkezett a viseletekbe. Ez mindig az anyagnak a minőségén, tehát hogy milyen szép anyag volt például a felső szoknya, vagy ezek az unörci hermülök, miből készült a kendő, milyen minőségi sejemből a kötény. Ezek már mind azt, hogy tehetősebb, vagy nem annyira tehetősebb viselője volt, de azért igyekeztek a szülők, tehát hogy még, hogy mondjam, úgy kicsit erőn fölül is azért a szép viseletre törekedni, úgyhogy azért azt nem lehet mondani, ha ilyen csoportképeket, amiket még összegyűjtöttünk a múzeumban, nézegettünk, azért azt nem lehet mondani, hogy olyan nagy eltérések voltak, ha csoportképek készültek, tehát azért minden, még a szegényebbek is igyekeztek szépen fölöltöztetni a gyerekeiket, a fiatalasszonyokat, hogy mindenki törekedett arra, hogy úgy szépen viseljék. Aztán volt még egy ilyen érdekes kis ékszer a viselethez, ezt úgy hívták, hogy karela. Ez gyöngyökből, ilyen kiukasztott üveggyöngyökből készült, és ezt az asszonyok egyedileg varták föl egy anyagra, és ez a nyak méretére készült, hátul csak egy kis gémkapocsal lehetett összekapcsolni, de még a gémkapcsot, tehát hogy így az aprólékosságra, még a gépkapcsot is eltakarták egy ilyen pici kis masnival, hogy még az se látszon, hogy ott egy gémkapocs van. Tehát törekedtek arra, hogy minden olyan szép legyen, olyan mutatós legyen. Aztán mi itt a faluban úgy gondolom nagyon büszkék vagyunk, legalábbis akik itt szívügyüknek tekintik erre viseletre, mert én úgy gondolom, hogy a sváb viseletek közül is a szinte egyedi. Én nagyon sok felé jártam régebben, még mikor itt tánccsoport volt, és sok viseletet láttam, de inkább a sötétebb színek voltak a sváb viseletekre jellemzőek. Tehát ilyen tarka, mint a miénk, ilyen szép, vidám színű, ilyen sokszínű, ilyen nagyon kevés van az országban, és erre mi azért nagyon büszkék vagyunk. A faluban egészen a 20. század elejéig népviseletben jártak. Csak a 40-es évek vége felé vetkőztek ki a nők a viseletből, és kezdtek világi ruhát hordani. Napjainkban a Mözsi Német Nemzetiségi Klub tagjai ebben a viseletben lépnek a közönség elé, így életben tartva a tradíciót. Évek óta szerveződik egy országos zenei fesztivál, melyen a Szekszárdi Tücsök Zenész Színház már több ízben sikeresen szerepelt. Az idei esztendőben a rendezvényt a vírusjárvány miatt a világhálón keresztül rendezték meg, ahol a szekszárdi énekesek aranyminősítést szereztek. A karanténhelyzet új kezdeményezések és ötletek megszületésére sarkalta a művelődési szakembereket. Így született meg annak a zenei versengésnek az ötlete is, mely normál esetben Békés Csabán vagy Pápán zajlana, és amire ebben az esztendőben is pályázhatott volna a Tücsök Zenész Színpad. Csak hát a vírus közbeszólt, így online zenei vetélkedővé változott a rendezvény. Gyakorlatilag meghívásos alapon megy, tehát be kell küldeni egy referencianyagot, és sokáig voltunk minden áldott évben, mindig nyertünk valami dobogós helyek, szólisták, stb. Tehát mindig volt valami nyeremény, és nagyon szerettünk járni erre a fesztiválra. Mostanában, amikor a nagy csoport ugye kiment, utána már nem nagyon tudtunk olyan gyorsan összeállni, komplet műsorokat csinálni, zenés darabokat, ezért aztán inkább szólistákat vittem ezekre a versenyekre, illetve nem is nagyon tudtunk menni, mert a Helikoni Összművészeti Fesztivállal mindig ütközött az ő időpontjuk. És tavaly előtt voltunk utoljára, idén megint megkerestek, hogy ugye mehetünk. Hogyne? Mikor lesz? Hát áttettük erre a hétvégére, mondták ezt januárban. Helikon, kezdhet. Nem tudunk menni. És erre másfél hete jött egy levél, hogy úgy döntöttek, hogy megcsinálják online a versenyt, benevezünk-e. Hirtelenében, hát most hogyan, milyen anyaggal, és akkor mondták, hogy 3 évnél nem régebbi anyagot szívesen fogadnak bárkitől,
és gyakorlatilag föl kell tölteni az anyagot, letöltik, és utána úgy, mintha színházban ülnénk, folyamatosan mennek a darabok. A 2017-es év végén a Tücsök egy musicalekből álló estet rakott össze, ennek felvételével indult a versenyen az együttes. Kivágtuk belőle a szövegrészeket, mondtam, hogy hát ez sajnos a 60 perces műsor összeállításban nem fér be. Ó, leadják akkor is, hogyha több. Így sikerült föltölteni a 2 órás anyagot, és már eleve úgy voltunk feltüntetve a szkercós meghívóban, amit szintén online mindenkinek ugye kiküldtek, és úgy voltunk feltüntetve egy meglepetés műsor, a Békés Csabai házigazda is, meg mi is. Ez volt vasárnap délután, voltak szólisták is, szólóban nem indítottam senkit, tehát nem volt olyan felvétel, amit elküldhettem volna, meg hát nagyon rövid volt az idő, pár nap. Pár nap alatt kellett eldönteni, hogy akkor mit küldesz, hogy vágod össze, stb. Tehát nagyon kevés volt az idő. És hát nagy, itt tulajdonképpen ugyanolyan izgalommal ültünk itthon, megmondom őszintén, mintha ott ültem volna a székbe, és tudom azt, hogy mindenki eleve olyat küld, ami biztos, hogy nem nagy bukta, vagy valami, de akkor is izgultunk, és egymásért izgultunk végig, és vasárnap alig vártuk, hogy az a DVD, ami egyébként itthon van, és hogy én azt megnézem utána, mert egészen más, hogy regisztrált 800 ember, regisztrálni kellett ugye erre a Facebook felületre, és 800 ember regisztrált, és az most mind látja. Nagy izgalomra nem voltok, a Tücsök zenés színpad arany minősítést nyert az online fesztiválon. 4-5 hétig kajánk lesz, addig semmi stressz, az illat csábít, kábít, sajtok és szalonnák. A gyerekek a jelen körülmények között is felkészülési szakaszban vannak, hiszen készül a következő CD-lemez. Én egy hetet adtam a gyerekeknek, hogy álljanak át arra, hogy az iskolába az oktatás online megy. Mondtam, akkor most jön a Tücsök online. Úgyhogy beindítottuk. Hát egyrészt videócseten a kisebb csoportok, mert 3 csoporton van, tudod. És a legkisebbekkel kedden próbálok, és pénteket meg beosztottuk a középső csoporttal meg a nagyokkal. És hát nem mondom, hogy szuper jó a minősége egy ilyen kapcsolatnak, de most már Skype-on is vagyunk, és azért egyszer, amikor 8-10 főt látok itt a Skype-on, meg beugrik egy kutya a képbe innen, meg anyuka bejön pakolni a ruhát a szekrénybe, és nem veszi észre, hogy a gyerek az éppen órában nálam. Jót nevetünk, hogy jaj, szia Éva, bocsánat, már ki is mentem. Hát figyeljetek, ez a lényege az egésznek tulajdonképpen, hogy otthonról zajlik minden. Idén vagyunk 25 évesek, és soha nem tudjuk elfelejteni ezt az évfordulót, hogy most jubilálnánk, vagy jubilálunk, mert azért abban reménykedünk, hogy lesz valami jubilálói rendezvényünk, hogy évvégén vagy őszre már talán rendeződik a dolog. De az az igazság, hogy elmaradt egy csomó koncert, egy csomó fellépés, minden, ami bevételt is jelenthetett volna az együttesnek, ami esetleg, hát ahhoz segített volna hozzá, hogy mondjuk a CD felvételünket kiadjuk, mert erre készültünk idén, vagy készülünk tavaly óta, vagy most már másfél éve, hogy Jancsinak a 3. lemezét megjelentessük, ugye 2 lemezünk van eddig, és húzódott most évek óta már az egész dolog, most megtanulták a gyerekek, ki vannak osztva a számok, mindenki átócertig tanulja a sajátját, ez nagyon fontos legyen. Ezeket csináljuk most. Októberben lenne a lemez bemutató koncertünk. Hát ha nem sikerülne fölénekelni addig, akkor is megtartjuk. Már lehet közösség elé menni. Hogy mikor lesz újra koncertje a Tücsöknek, egyelőre nem tudni, de abban mindenki bizakodik, hogy ez az év sem telik el egy újabb bemutató nélkül, melyen várhatóan az elmúlt évekhez hasonlóan ismét teltház lesz. És amíg érző bénem felejted el, ha egy luxusra hoztál, nincs kiveszel. Oh well,
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!